1358 újabb esetben mutatták ki az új koronavírus fertőzést Magyarországon, és közben meghalt 95 többségében idős krónikus beteg. Szlávik János nem tenné kötelezővé a koronavírus elleni védőoltást, de az egyéni érdekeit szerinte mindenkinek háttérbe kell szorítania. Akár az egész Fidesz frakciót is kizárhatná a jövőben az Európai Néppárt frakciója egy készülő alapszabálymódosítás szerint. És a hatályos szabályok alapján nem tehettünk mást, így indokolt az elsőkeleti polgármester. Ez itt az ATV híradó. A stúdióban Gajdos Tamás. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket az ATV déli híradójában. 1358 újabb esetben mutatták ki az új koronavírus fertőzést, 1345.710 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma Magyarországon. Meghalt 95 beteg, az elhunytak száma így 10.948 főre emelkedett. 4.870 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük már csak 339-en vannak lélegeztetőgépen. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg csaknem 215.500, az aktív fertőzöttek száma pedig 119.300 főre csökkent, írja a koronavírusról tájékoztató kormányzati honlap. Az adatok szerint 18.550 tesztet végeztek, több mint kétszeresét az előző napinak tegnap. A világban 91.600.000-re emelkedett a koronavírus fertőzöttek, és 1.962.000-re a halálos áldozatok száma a Baltimore-i Johns Hopkins Egyetem szerda reggeli adatai szerint. Hazánkba kedden újabb vakcina szállítmány érkezett 51.000 ember beoltásához. Közben a DK felszólította a kormányt, hogy szüntesse meg az adatgyűjtést a vírus elleni vakcina regisztrációs felületén. A Fidesz erre úgy reagált, a baloldal az oltás ellen buzdít, és ezzel veszélyeztetik a védekezést. További 51.000 ember kaphatja meg a védőoltást, hangzott el az operatív törzs tájékoztatóján. Reggel megérkezett a Pfizer újabb szállítmánya, amelynek ampulláiból már nem csak 5, hanem 6 szemét lehet beoltani. Ehhez hozzájárult az Európai Gyógyszerügynökség is. A Moderna ampullája 10 adagot tartalmaz, ez is mRNA-s technológiával készült, de csak 28 napnak kell eltelnie a két oltás között, ismertette Müller Cecília. A két vakcina nem kombinálható. A tiszti főorvos szerint mindenkinek ugyanabból az oltóanyagból kell kapnia másodszor is, mint amiből először. Félretesszük mindenki számára a második dózist, hiszen az alkalmazási előirat pontos követése mellett garantálja csak a gyártó azt a hatást, azt a védettséget, amit ő leír a vakcinájával szemben. A Pécsi Tudományegyetemen már befejezték az egészségügyi dolgozók oltását, most a nem közvetlenül a betegekkel foglalkozó munkatársak és a szociális otthonok lakóinak oltása van soron. Azt vesszük észre, hogy az oltásokkal haladva egyre többen jelentkeznek, egyre nagyobb a kedv, egyre nagyobb érdeklődés van az oltások iránt, aminek roppant örülünk, és tervezzük, illetve osztjuk is be a jelentkező egészségügyben dolgozó munkatársakat. A KSH legfrissebb felmérése szerint egyébként az oltási hajlandóság az egész országban fokozatosan emelkedik. Azonban továbbra is magas a bizonytalanok aránya. 10-ből majdnem 5 ember nem tudja, nem válaszol, illetve csak talán oltatná be magát a koronavírus okozta betegség ellen. Közben a DK felszólította a kormányt, hogy szüntesse meg az adatgyűjtést a vírus elleni oltás regisztrációs felületén. Varga Zoltán szerint ugyanis sokan azért nem jelentkeznek oltásra az interneten, mert ennek a rubrikának a beixelésével hozzájárulnak adataik kezeléséhez. A DK azt követeli, hogy hiába nem kötelező beixelni ezt a pontot, tüntessék el végre az oldalról az adatvédelmi tájékoztató elfogadásán túli adatkérést az adatok kezelésére. Azt egyik nézőnk jelezte, hogy egy e-mail címről csupán egy regisztrációt fogad el a rendszer. Mi arra is kíváncsiak voltunk, hogy a már korábban elküldött adatokat, tehát nevet, címet, tajszámot, új jelentkezőként regisztrálja az oldal, ha másik e-mail fiókból továbbítják. Igen, a rendszer újként rögzítette a jelentkezést. Erre vonatkozó kérdésünkre azonban nem válaszolt a kormányzati tájékoztatási központ. Azok a vakcinák, amelyeket az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezett, biztonságosak, hangsúlyozta a Hrusvay Miklós víruskutató az állami televízió keddesti műsorában.
A szakember szerint a Pfizer és a Moderna vakcinák egyaránt a második oltás után körülbelül egy héttel már védelmet adnak. Rusvai Miklós kiemelte, az oltóanyagok minden esetben a betegség kialakulása és súlyos, akár halállal végződő lefolyása ellen védenek. A fertőzéstől nem véd minden esetben 100%-osan. Azt mondta, a fertőzés bejuthat a légutakba, de a beoltott embereknél a nem beoltottakhoz képest töredéke a vírustermelés, így a fertőzés továbbadásának lehetősége is alacsonyabb. Rusvai hozzátette, a maszk viselésére addig lesz szükség, amíg a nyáj immunitást el nem érjük. Jól vagyok az első oltás után, enyhe izomfájdalmam volt, de már jól érzem magam, mondta Szlávik János a Startban. A Délpesti Centrum Kórház osztályvezető infektológusa azért is örül, mert már az első oltás után egy-két héten belül 70-80%-os védettséget ad a vakcina. A második után pedig eléri a védettség a 95%-ot. Kötelezővé azonban nem tenni a COVID elleni védőoltást, azt ugyanis olyan vírusok elleni vakcinánál érdemes csak megtenni, ami eltüntethető lesz. A koronavírus azonban velünk marad, tette hozzá Szlávik. A nyájimmunitáshoz azonban az emberek beoltási hajlandóságának is magasabbnak kell lennie. Ehhez pedig az egyéni érdekeket is háttérbe kellene szorítaniuk, véli az infektológus. Ne felejtsük el, hogy az egészségügyi dolgozók, szociális otthonok és az 60 fölötti emberek összesen is csak alig 3 millióan vannak. Tehát egy nagyon komoly embertömeg kell a 60 év alattiak között is ahhoz, hogy elérjük a nyájimmunitást. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, ezeknek az embereknek máshogyan kell gondolkodni. Hát egy kicsikét az egyéni érdekeket a háttérbe kell szorítani, arra is kell gondolni, hogy ők ezáltal megvédik a szüleiket, nagyszüleiket, másokat. Tehát sokkal többet kéne arról beszélni, hogy miért érdemes beoltatni magunkat. Akár kötelező is lehetne a koronavírus elleni oltás, ezt mondta Nagy Marcella, a Magyar Orvosi Kamara főtitkára a Szabad Európának. Hozzátette, hogy most is vannak védőoltáshoz kötött munkakörök, például az orvosok számára is kötelező a hepatitis B elleni vakcina. Az oltást egyedül Müller Cecília tehetné kötelezővé, ugyanakkor szerinte ez nem csak egészségügyi, hanem gazdasági, politikai és jogi kérdés is. 100 ezer forint összegű jutalmat javasol a Momentum minden magyarnak, aki beoltatja magát a koronavírus ellen. Erről Fekete Győr András, a párt elnöke beszél egyik közösségi média oldalra feltöltött videójában. A Momentum szerint a jutalom életeket menthetne, hiszen ösztönözné az embereket az oltás mielőbbi beadására, így hamarabb el is lehetne érni a vírus terjedésének megállításához szükséges tömeges védettséget. A 100 ezer forintos jutalom pedig fontos támogatás lenne azok számára, akik a szociális válság következtében napról napra kénytelenek élni, és a gazdaság felpörgetéséhez is jó eszköz lehetne. Fekete Győr szerint a propagandára vagy a Budapest-Belgrád vasútvonalra költött forrásokból lehetne finanszírozni ezt az ötletet. Nem minden működik annyira olajozottan, ezt a Fidesz alelnöke mondta Egyenes Beszéd című műsorunkban tegnap este annak kapcsán, hogy többen nem kaptak semmiféle választ, miután regisztráltak a koronavírus elleni oltásra. Arra a kérdésre, hogy ellenzéki szereplők miért nem kapnak meghívást az operatív törzs ülésére, Kósa Lajos annyit felelt, hogy a kormány nem oszthatja meg a felelősséget az ellenzékkel. Kósa Lajos szerint azonban fontos, hogy regisztráljanak az emberek. De nem kéne választ kapniuk rá? Mindenki fog választ kapni, de biztos jobb lett volna már korábban, dolgozunk ezen is, azért nem minden annyira olajzottan működik. Január második felében megtartják a középfokon tovább tanuló diákok írásbeli felvételét. Ezt a köznevelési államtitkár erősítette meg az operatív törzs tájékoztatóján. Maruzsa Zoltán azt mondta, hogy a vizsga január 23-án lesz. Két pótnapot és több mint 530 helyszínt jelöltek ki, amint egy 75 ezer középfokon tovább tanulni szándékozó diák számára. A tervek szerint májusban megtartják a nyelvi és az országos kompetenciamérést is. Maruzsa Zoltán kitért arra, hogy a kormány nem tervezi megváltoztatni sem az érettségi szabályait, sem annak időpontját. A tavalyi év bizonyította, hogy a járványügyi keretek között is a vizsgákat biztonságosan meg lehet szervezni. Az írásbeli a tavasszal már bevált módon fokozott biztonsági óvintézkedések mellett bonyolítjuk majd le. Egy teremben legfeljebb 10 fő jelenlétében a vizsgák biztonságosan lebonyolíthatóak, a szóbeli vizsgák ugyancsak a kellő távolságtartás mellett megszervezhetőek. A brit miniszterelnök szerint versenyt futnak az idővel az Egyesült Királyságban, ahol már zajlik a leginkább fenyegetett lakosság tömeges oltása, miközben a halálos áldozatok száma rekordot döntött.
Olaszországban közben vizsgálatot indítottak, mint egy 100 000 beadott oltás miatt, azzal a gyanúval, hogy voltak, akik nem egészségügyi dolgozóként vagy idős otthonok lakójaként soron kívül kapták meg a vakcinát. Kizárólag negatív koronavírus teszttel mehetnek dolgozni a lakosok a szlovákiai Nyitrán, miután a régióban telítődnek a kórházak. Az országban rekordszámú fertőzöttet azonosítottak az elmúlt napokban, ahol a részleges országos kijárási tilalom ellenére több mint 3000-en kerültek kórházba. Rendkívül komoly és kritikus a helyzet, de még urai vagyunk, mondta a Nyitrai Egyetemi Kórház szóvivője. Az Egyesült Királyságban több mint 46 000 új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában. Volt, ahol az áldozatok száma miatt ideiglenes halottas házat kellett felállítani a kórház mellett. Eközben már több mint 2 millióan kapták meg a koronavírus elleni oltást az országban. Az idővel futunk versenyt, ugyanakkor látjuk, hogy milyen kihívásokkal néz szembe a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat. Hatalmas nyomás alatt vannak az intenzív osztályok, mondta Boris Johnson. A brit miniszterelnök hozzátette, a 80 év fölötti lakosság csak nem 40%-a megkapta a vakcinát. Olaszországba kedden érkezett meg az amerikai Moderna cég első 47 000 adagos szállítmánya, miután több tartományban hétfőre elfogytak a rendelkezésre álló dózisok. Eközben az olasz csendőrség közegészségügyért felelős egysége szerint közel 100 000 oltásból arra nem jogosultak is részesültek. Soron kívül beadott dózisokról van szó, amelyeket lapértesülések szerint egészségügyi dolgozók rokonai és barátai kaptak meg, köztük orvosfeleségek és helyi politikusok is. A Campania tartományban beadott 68 000 oltásból több mint 10 000-et a barátok barátai kapták meg. Az amerikai képviselőház kedden este határozatban szólította fel Mike Pence alelnököt Donald Trump republikánus párti elnök elmozdítására az alkotmány 25. kiegészítése alapján. Eszerint a kormányzat tagjai szavazat többséggel alkalmatlannak ítélhetik az elnököt hivatali feladatainak ellátására, és hatalmát átruházhatják az alelnökre. A határozatot 223 szavazattal fogadták el 205 ellenében a demokrata párti többségű képviselőházban. Ugyanakkor Mike Pence kedden Nancy Pelosi demokrata párti házelnöknek címzett levelében elutasította a 25. kiegészítés alkalmazását. A demokraták B-tervként az alkotmányos felelősségre vonási úgynevezett impeachment eljárást is kezdeményezték. Ennek során azonban a magyar idő szerint ma délutánra esedékes ülésen 17 republikánus törvényhozónak kellene átszavaznia. Akár az egész Fidesz frakciót is kizárhatná a jövőben az Európai Néppárt, írja a Politico. A brüsszeli lap értesülése szerint úgy módosítanák az Európai Néppárt EP frakciójának működési szabályzatát, hogy egyetlen szavazással a képviselők egyszerű többségével is ki lehessen zárni egy egész képviselőcsoportot. Az is az elképzelések között szerepel, hogy a kizáráshoz a kétharmados többség helyett legyen elegendő az egyszerű többség. hvg.hu azt írja, a képviselőcsoport február végéig szeretne dönteni az eljárási szabályzat módosításáról. Az önkormányzatok bevonásához kötnék az uniós helyreállítási pénzek folyósítását az Európai Parlament szakbizottságai. A Momentum szerint az unió növeli a helyhatóságok súlyát, az önkormányzati szövetség vezetője azonban óvatosabban fogalmazott. Budapest brüsszeli irodájának vezetője azt mondta híradónknak, nincsenek jó emlékeik a kormánnyal való egyeztetésekről. A miniszterelnökség válaszában úgy fogalmazott, eddig közel 600 partnert vontak be az uniós források körüli párbeszédbe. Egymás tenyerébe csaptunk, a megállapodás megszületett. Sokáig kérdéses volt, végül a magyar kormány elállt az uniós költségvetés és a helyreállítási alap vétójától. A Népszava arról ír, hogy a helyreállítási pénzek folyósítását egyebek mellett az önkormányzatok bevonásához kötni az Európai Parlament két szakbizottsága. Magyarországnak ez több mint 7 milliárd eurót, átszámolva 2500 milliárd forintot jelent 2026-ig. A Momentum már korábban is kiállt azért, hogy az önkormányzatok is kapjanak nagyobb szerepet a döntéshozatalban. Nagyon jó visszaigazolás ez a mostani jelentés. Látszik azt, hogy az európai döntéshozatal afelé halad, hogy az önkormányzatoknak több hatalmat adjanak, és hogy a kormányok ne tudjanak autoriter módon átnyúlni a fejük fölött és kizárni őket a döntéshozatalból. A rendeletet még az Európai Parlamentnek is szentesítenie kell.
Közben a tagállamoknak a források tiszta felhasználásáért és garanciákat kell vállalniuk. Budapest örül, ugyanakkor a kormánnyal történt korábbi egyeztetésekről nincsenek jó emlékeik. Eddig nagyon rosszak az előjelek. Az előzetes tervet a kormány úgy juttatta el az Európai Bizottsághoz még novemberben, hogy semmiféle egyeztetés nem történt az önkormányzatokkal. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke is azt mondja, szerinte még messze vannak attól, hogy beleszólhassanak az uniós források elköltésébe. Én azt hiszem, hogy sokkal jobb lenne az, hogyha mondjuk az önkormányzati szövetségek és a kormány megállapodna a források felhasználásában, és ez találkozna nyilván ezzel a brüsszeli javaslattal és igénnyel, hogy az önkormányzatok beleszóljanak. De itt minden önkormányzati szövetségről van szó, és minden olyan polgármesterről, akinek meghatározó szerepe van ma az önkormányzati rendszerben. Megkeresésünkre a szaktárca azt írta, hogy az uniós források kapcsán széles párbeszédre épít. Egy bárki számára elérhető véleményezési felületen várják a hozzászólásokat. Mint írták, a kormány emellett eddig 100-nál több alkalommal tartott online konzultációkat, valamint közel 600 társadalmi partnert is felkértek az előkészítés és véleményezés folyamatában. A hatályos szabályok alapján nem tehettünk mást, ezzel indokolta az első kerület ellenzéki polgármestere azt, hogy további 2 évre meghosszabbították az előző polgármester szüleinek lakásbérletét. Vénaszányi Márta szerint a bérleti szerződés lejárt, bérleti díjtartozás pedig nem volt. A jelenleg érvényes, az előző kerület vezetéstől örökölt rendelet értelmében ilyen esetben meg kell hosszabbítani a szerződést. A polgármester szerint ennek a régi gyakorlatnak a felszámolását célozza az új lakásrendeletük, amelynek kidolgozását azonban a koronavírus járvány hátráltatja. A veszélyhelyzet miatt az önkormányzat nem tud ülésezni és elfogadni azt, a bérleti díjakat pedig a válsághelyzet miatt nem emelhetik, tette hozzá. A bérlemények sorsának igazságos rendezése a koronavírus járványt követően meg fog kezdődni, ígéri Vénaszályi közösségi médiában. Hiánycikké váltak a telkek az ingatlanpiacon, a folyamatosan szűkülő kínálat az árakra is komoly hatást gyakorolt, írta a Világgazdaság. Budapesten például több mint duplájára nőttek az 1500 négyzetméteres, vagy annál kisebb lakóövezeti és külterületi telkek árai az ingatlan.com oldalán. 2016. januárjában átlagosan még csak 40 ezer forintot kértek egy négyzetméter fővárosi terekért, 2021. januárjában pedig már 87 ezeret, derül ki a lap számára készült összesítésből. A többi nagyvárosban is hasonló a drágulás, Debrecenben 5 év alatt 13 ezerről 26 ezer forintra, Győrben 12 ezerről 30 ezerre nőtt az átlagos négyzetméter ár. A szakértők szerint a 2021-ben induló 5%-os áfa tovább növelheti majd az árakat. Tisztulni fog az építőipari piac, legalábbis ezt várják a szakemberek a január elején élesített támogatási rendszertől, amely szerint a lakásfelújításra fordított pénz felét az állam megtéríti a tulajdonosoknak. A legfeljebb 3 millió forintos támogatásnak számos feltétele is van, az egyik, hogy számlával kell igazolni az elvégzett munkákat. Az építők szakszervezetének elnöke arra számít, hogy ennek hatására emelkedni fognak az árak, és nagyobb lesz a kereslet is. E-mailen érkezett ez a kép felhívással, használja ki az új állami támogatást új napelemrendszerrel. Az ingatlan felújításhoz igényelhető 50%-os támogatást ugyanis a napenergia becsatornázásához is fel lehet használni, mint ahogy bármilyen kültéri vagy beltéri felújításhoz. Az otthonfelújítási támogatás egy olyan segítség, amellyel a már meglévő otthonukat tudják szépíteni, bővíteni, korszerűsíteni azok, akik legalább egy gyermeket nevelnek. Az otthonfelújítási támogatás a költségeik felét maximum 3 millió forintos segítséget jelent. Munkadíjra és anyagköltségre is fordítható a támogatás, a számlákat viszont gyűjteni kell. A kormányhivatalok dolga lesz az, hogy ellenőrizzék, hogy ténylegesen megvalósult-e az a felújítás, amire a támogatást igénybe vették. 12 napja, vagyis január 1-től él a lehetőség. Mi pedig kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen hatással lesz ez a piacra. A cégek már reklámoznak, ahogy azt a riport elején is láthatták, de vajon mekkora az igény a másik oldalon? Korai lenne még konkrétabbat mondani, ugye most kezdődött január, mostantól érvényesek az új szabályok. Viszont az várható, hogy emelkedni fognak a vállalási árak. Vélhetően egy nagyobb keresletet fog indukálni ez az új szabályozás, és a nagyobb kereslet
az árak növekedéséhez vezethet. A szakember szerint valószínűleg a vállalási idő is megnövekedik majd, és arra számít, hogy esetleg olyan emberek is próbálnak majd elhelyezkedni és szerződést szerezni, akik nem szakemberek. A lakosság figyelmét arra hívnám föl, hogy kössenek időbe szerződést, foglalják rá az időpontokat, és kérjenek referenciákat a vállalkozóktól, hogy mindenképpen jó szakemberekkel végeztessék el a munkákat. Az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke szerint a lakásfelújítási piac meglehetősen zavaros. Mint mondta, tavaly az esetek 70%-ában nem készült írásos szerződés. Mi azt várjuk többek között ettől a támogatási rendszertől, hogy tisztulni fog a piac, hiszen csak azok jutnak támogatáshoz, ahol írásos szerződés van, tételes műszaki tartalom van, műszaki pénzügyi ütem van, és a pénzek látható számlákon keresztül mozognak. Koi László hozzátette, számukra ez azért fontos, mert így kiegyenlítődnek a versenyfeltételek a feketén vállalkozók és a tisztességes vállalkozók között. Emelkedik a liszt ára itthon, a nemzetközi piacokon ugyanis drágul a búza. A Gabonaszövetség alelnöke azt mondta, tavaly júliusban még 50 ezer forint volt egy tonna búza, most 65 ezer forintnál tart. A liszt ára várhatóan nagyjából 8 forinttal lesz magasabb, emiatt drágulnak a pékáruk is. Mennyiségre jó, de minőségre a szokásosnál gyengébb volt az idei hazai búzatermés, amit csak tetész, hogy Európában jelentős volt a termés csökkenése az idei nyáron. Emiatt a francia, angol, de még a román piacon is hiány keletkezett, ez pedig felverte a búza árát. Ez a növekedés a lisztárában is meg fog jelenni. 7-10% lisztáremelést a szakma kénytelen meglépni ahhoz, hogy a működését meg tudja őrizni. Ez azt jelenti, hogy körülbelül egy 6-8 forintos árnövekmény lesz. Ez azt jelenti, hogy egy magyar ember éves fogyasztása körülbelül 80 kiló körül van lisztből, ami azt jelenti, hogy kenyér, sütemény, tészta formában ennyit eszik meg egy magyar ember. Ez azt jelenti, hogy egy 6-8 forintos emelés éves szinten nem több egy emberre vetítve, mint 500 forint. A liszt árának emelkedése a pékek termékeit is érinteni fogja, várhatóan a kenyér ára is emelkedni fog. Kénytelenek leszünk áthárítani a vevőinknek, a vevőinkre ezt a terhet. Nem csak a liszt emelkedik, hanem egyéb más termékeink is, amik beszállítóinktól, és ezeket az emeléseket nem fogjuk tudni kiküszöbölni egyébként mi sem. A búzatermés jó része már a kereskedőknél van, a gazdálkodók készletei minimálisak, mivel a kereslet nagy, még az is elképzelhető, hogy a mostani árnál még magasabb áron tudnak a malmok alapanyagot vásárolni. Az éjszaka a főváros több területén is esett a hó. Budapest fő és közösségi közlekedési útvonalain, valamint a Dunahidak járdain és a bicikli utakon megkezdődött a hóeltakarítás és a sikosságmentesítés, közölte a fővárosi közterületfenntartó non-profit ZRT. Első ütemben az 1200 km hosszúságú fő és közösségi közlekedési útvonalhálózat sikosságmentesítése történik meg. A mellékútvonalakat csak ezek után tisztítják meg. Sajnálatos módon a legutóbb kivonult 33 célgépből 7, a mostani kivonulás alkalmával pedig 88 gépből 2 hibásodott meg. Az FKF azt ígéri, hogy a leromlott műszaki állapot mellett is a legtöbbet próbálják meg kihozni a gépekből. Hátrafelé siklott le, majd 90 km/h sebességre felgyorsulva megfordult, és dupla szaltót mutatott be egy svájci síelő. Fabian Bösch, kétszeres világbajnok aranyérmes sportoló, a téli világbajnokság során használt legmeredekebb hegyoldalon csúszott le, azon a sáncon, amin általában síugrók versenyeznek. Innen 50 méteres magasságban tudta végrehajtani a bravúros mutatványt. Nem semmi volt. Most pedig következik a fórum. Remélhetőleg izgalmas témákkal várja önöket. Ági, szervusz, miket javasolsz? Szia Tamás, szeretettel köszöntöm a nézőket. Hát tényleg nem volt semmi ez a kis bravúr, pont ezt mondtam én is itt, mielőtt elkezdtünk beszélgetni. Na, de mondom gyorsan a témákat. Nálunk is téma lenne az a felvetés, hogy vajon kötelezővé lehet-e tenni a koronavírus elleni oltást. Ez azért is vált most aktuálisan, mert a Magyar Orvosi Kamara titkára azt mondta, hogy szerinte nem lenne ennek semmi akadálya, mert hogy már most is vannak olyan munkakörök, amelyek
amúgy is védőoltáshoz kötöttek, például ilyen a vadőrnek a veszettség, vagy az egészségügyi dolgozóknak a hepatitis B elleni védőoltás. Azt mondta egyébként dr. Nagy Marcell, hogy nincs más választás, mint az oltás, hogyha vissza akarjuk kapni az életünket. És ehhez kapcsolódik a friss hír, szintén szó volt róla a híradóban, hogy Fekete Győr András, a Momentumnak az elnöke, azt javasolja, hogy mindenki, aki beoltatja magát, az kapjon 100 000 forintot, mert hogy szerinte így lehetne ösztönözni az embereket arra, hogy beoltassák magukat. Mit gondolnak erről? Nagyon kíváncsian várom a véleményüket. És szintén téma lenne még az, amit Magyar György ügyvéd, a Civil Választási Bizottság elnöke javasolt. Ő azt mondta, hogy kétfordulós lehetne a miniszterelnök, az ellenzéki miniszterelnök jelölt kiválasztása, és akik részt vesznek az előválasztáson, akik azok ezek emellett az egyéni képviselőjelöltekről és a párt szimpátiájukról is tudnának szavazni, és akkor ez olyan lenne, mint egy nagy közvéleménykutatás. Úgyhogy erről is tudunk beszélgetni, ezek a témák. Néhány perc, és akkor kezdünk. Köszönjük, Ági! Hívják most át a fórum számát, beszélgessenek az említett témákról, és aztán nézzék majd délutáni híradóinkat is, legközelebb 17-25-kor vár önöket Nemes Anna. Addig is a viszontlátásra, legyen szép a napjuk!